Színészek, táncosok, vagyis mindazok, akik megörvendeztetik közönségüket, immár megújult, némileg nagyobb, akadály pontosabban, botlásmentesebb színpadon léphetnek fel a Matica Slovenská Színház termében. A nyáron a két társulatnak sikerült elérni egy fantasztikus dolgot. Kicseréltük a színpadot, amely most egyenletes, összefüggő terület. A táncosok már nem fognak botladozni, színészeinknek pedig nem akad be a lábuk a lecekbe. Ez a nagy új újdonság nálunk. Persze a nézők ebből semmit sem vettek észre, csak a szereplők. Sosem volt ilyen nagy színpadunk. Azelőtt zenekari árokból lett kialakítva. Nem volt szerencsés megoldás, lecek voltak ott. Azok pedig idővel elkorhadtak, 1-2 centiméteres hézagok voltak köztük. Botladoztunk, beleakadtunk, nehéz volt így a munka. Most már egy nagy, összefüggő fa színpad. Komoly újdonsággal készülünk a nézők számára is. 50 év után végre a székeket is sikerül lecserélnünk, támogatónk segítségének köszönhetően. 350 új széket vesz nekünk. Igaz, egy sorral kevesebb lesz, de a nézők kényelmesebben ülnek majd, hiszen felnőttek az eltelt 5 évtized alatt. A drámakör most először 2 darabot játszik, 2 musicalt. Szeptember 24-én a Szent Iványi Álmot, 26-án pedig az 5 órai teát. Év végéig még néhány előadás vár ránk. Behry csaká pár predstavení do konca roka. Januárban egy új darabot próbálunk, ha sikerül herceget találni a Hamupipőkének. A királynő, az apa is, mindenki megvan, már csak ő hiányzik. Találnunk kell egyet. És szükség van világosítóra is, és műszaki emberekre. És az előadáshoz még legalább 2 fiúra is szükség van, mert hiszen a hercegnek kellenek, hogy legyenek barátai. Nélkülük is boldogulunk, de a herceg nélkül nem. A két társulat tehát a rendező szavai szerint is szinte az őrületig gyakorol. Értünk a közönségért. Vannak régi darabjaink, emellett újakkal is készülünk, de most leginkább a rebellisek próbálnak, akik az év végéig egy komoly előadással szeretnének bemutatkozni. Vígjátékról van szó, melyet sok tánc tesz színesebbé.